Márton Múzeumban mutatták be Zsigmond Attila legújabb Kopott kövek című dokumentumfilmjét. Fontosnak tartják a jégkorong utánpótlás nevelést, és hogy mindenki kicsit magáinak érezze ezt a sportágat. Jól indított a gyergyói ISK-VSK kosárcsapat, mégis a házigazdák nyerték a mérkőzést. Hírek a Fénytelevízióban, köszöntöm a nézőket, november 14-én, jó estét kívánok! Novemberben két alkalommal, ezen a szerdán, azaz 15-én, majd 29-én, szintén szerdai napon várják az önkéntes véradókat Gyergyószent Miklóson, a Kórház utcában az egykori sürgősség épületébe. Az önkéntes véradóknak jár egy szabad nap, és ételjegyet is kapnak amellett, hogy segítenek embertársaikon. Fontos tudni, hogy a véradás reggelén sok folyadékot kell fogyasztani és enni is lehet, kiflit, perecet, pirítós kenyeret, tehát nem éhgyomorra kell menni vért adni. A jelentkezőtől egészségügyi kivizsgálást követően veszik le a vért, egy alkalommal 450 ml-t. November 10-én a Gyergyószent Miklósi Tarisznyás Márton Múzeumban mutatták be Zsigmond Attila legújabb Kopott kövek című dokumentumfilmjét, amelyben egy erdélyi arisztokrata leszármazott kalandos élettörténetét ismertetik, aki Ausztráliából tért haza, hogy Marosnémetiben visszaszerezze a családkastélyát. Dokumentumfilmet tekinthettek meg pénteken az érdeklődők a Tarisznyás Márton Múzeumban. Zsigmond Attila legújabb Kopott kövek című alkotása a kastély örökösök romániai valóság helyzetét mutatja be Horváth Toldi Péter személyén keresztül, aki Ausztráliából tért haza, hogy Marosnémetiben visszaszerezze a család kastélyát. A rendező operatőr elmondta, fontosnak tartja, hogy sokakat érintő kérdéseket, helyzeteket mutasson be. A Gyergyószent Miklósi Rex Video stúdiónak a fő profilja a dokumentumfilm gyártás. Ha az elmúlt 20 évben azt nézzük, akkor gyakorlatilag minden évben sikerült egy dokumentumfilmet készíteni. Szívügyünk a dokumentumfilmezés, hiszen olyan példaképeket, olyan történelmi eseményeket sikerült közelképbe hozni, amelyek hiánypótlónak bizonyultak az évek folyamán. A mostani történetünk, a Kopott kövek című film, az egy erdélyi arisztokrata sarjadéknak a kalandos életútját mutatja be, és ugyanakkor rávilágít a valósághelyzetre, a mostani romániai kastélyos életre, hiszen többen vannak Romániában is olyan örökösök, akiknek sikerült visszaszerezniük őseik jussát, és bizony nem könnyű kastélytulajdonosnak lenni. A film főszereplőinek, Horváth Toldi Péter és Horváth Toldi Évának a helyzete nem egyedülálló, sok egykori erdélyi arisztokrata család is ugyanezekkel a problémákkal kell szembenézzen. 2019-ben találkoztunk először a filmnek a főszereplőjével, Horváth Toldi Péterrel Marosnémetiben, akkor a Nemzeti Filmintézet támogatásával láttunk hozzá egy 13 részes sorozatnak, amely a Történelem a Maros sodrásában címet viseli, és már gyakorlatilag akkor rácsodálkoztunk, hogy tényleg milyen kalandos életútja van Péternek, és kis idő elteltével meg is érett a gondolat, majd szinopszis lett belőle, és most 2023-ra sikerült ezt a filmet befejezni. Ugye azt mondják, hogy a dokumentumfilm az teret veszített, kiveszőben van, nincs nagy érdeklődés iránta. Mi meg azt látjuk, hogy de igenis nekünk küldetésünk van, tehát nekünk foglalkoznunk kell a mostani erdélyi, székelyföldi vagy akár romániai valósághelyzetekkel, mert ugye nem fikciós filmeket gyártunk, hanem valósághelyzetre épülő dokumentumfilmeket. Tehát nem adjuk fel, és igyekszünk a közönséget is afele irányítani, hogy minél több dokumentumfilmet nézzenek. A jelenlévők megtekinthették a Kopott kövek című filmet, majd a vetítést követően közönség találkozó keretében Zsigmond Attila beszélgetett a főszereplőkkel, akik nyíltan szóltak azokról a konfliktusokról is, amelyekkel meg kellett birkozzanak az elmúlt időszakban, és arról is, hogy milyen nehézségekkel jár kastélytulajdonosnak lenni. A nemesi cím használata is szóba került. Hogyha az ember a családi szempontot nézi,
úgy, hogy levezesse a családfáját, akkor nagyon sokáig vissza tudunk menni, 878-ig, akkor az első ügyészük is szeretnénk valamit nyomtatni, akkor ott onnét tudjuk meg, hogy milyen családokkal vagyunk kapcsolatban. A dokumentumfilm az elkövetkezőkben több helyszínen, valamint a Magyar Televízióban is megtekinthető lesz. A jövő évi országos költségvetés tervezetek kapcsán döntött a kormány a követendő irányelvekről. Ezeknek megfelelően a 2024-es büdzsébefektetés orientált lesz, és az uniós alapokból támogatott beruházások megvalósítására összpontosít majd. Jelentősen növelik jövőre a tanügyminisztérium költségvetését. 2024-ben az oktatási tárca költségvetése csak nem 57%-kal lesz nagyobb az ideinél. A növekedés részben az EU helyreállítási, illetve kohéziós alapjából finanszírozott beruházások eredménye, részben pedig az idei év júliusától hatályos béremelésekkel magyarázható. A jövő évi országos költségvetés tervezete kapcsán döntött a kormány a követendő irányelvekről, ezeknek megfelelően a 2024-es büdzsé befektetés orientált lesz és az uniós alapokból támogatott beruházások megvalósítására összpontosít majd. A kormány az idei költségvetésben a GDP 7,2%-át több mint 110 milliárd lejt irányzott elő beruházásokra. Jövőre ennél nagyobb összeget szánnak erre a célra, és jelentős forrásokat fordítanak vidékfejlesztésre is. Marcell Bolos pénzügyminiszter szerint jövőre az egészségügy is jelentős összegből gazdálkodhat, amelynek egy része több mint 3,6 milliárd euró az EU helyreállítási alapjából és az egészségügyi operatív programból származik majd. 2024-ben több mint 200 milliárd lejt fordít a kormány nyugdíjakra és szociális juttatásokra. Gyergyó Szent Miklós önkormányzata felkéri a lakosságot, hogy legyenek tekintettel az útépítési munkálatokra, és napközben reggel 8 és este 6 óra között ne hagyják az autóikat a Kaufland és a Penny Market közötti szakaszon, mivel az ott hagyott járművek miatt az aszfaltozó csapat nem tudja végezni a munkáját. A Gyergyói Hoki Klub Hargita megye tanácsától 4 pályázat keretében kapott támogatást, amiből felszerelést vásároltak a felnőtt jégkorong csapatnak és az utánpótlásnak egyaránt, és emellett a mérkőzések szervezési költségeihez, a jégbér kifizetéséhez is hozzájárultak. A Gyergyói Hoki Klub vezetősége fontosnak tartja az utánpótlás nevelést, és hogy mindenki kicsit magáinak érezhesse ezt a sportágat vidékünkön. Megvásárolták a szükséges felszerelést a Gyergyói Hoki Klub felnőtt és az utánpótlás jégkorong csapata számára is. Ennek költségeihez hozzájárult Hargita megye tanácsa is, és emellett a megyei önkormányzata a jégbér kifizetését is támogatja, hogy ebben a szezonban is az előzőhöz hasonló sikereket érhessenek el a piros-fehérek. Az elmúlt években sikerült többször támogatásban részesíteni a Gyergyói Hoki Klubnak a nagy csapatát. Ez azt jelentette, hogy felszerelésekkel minden évben, illetve jégbér kifizetésével is segítettük. Az idei évben is igyekeztünk ezt a segítséget megadni. Természetesen ehhez még hozzátevődött az is, hogy a GHK junior csapat, vagyis az utánpótlás csapatnak a támogatása is bekerült, hiszen egy olyan munkát végez a GHK, egy olyan munkát kell végezzen, ami figyelembe veszi az utánpótlást is itt Gyergyószéken. A nagy csapat sikerei, az elmúlt időszak sikerei arra bátorítanak nagyon sok fiatalt, hogy a hokiba belekezzenek, úgyhogy örvendek, hogy sok fiatal, sok gyerek sportol most Gyergyószéken. Igyekeznek mind nagyobb hangsúlyt fektetni az utánpótlás nevelésre, ahol már szintén sikereket érnek el, és egyre több az olyan játékos, aki a Gyergyói Hoki Klubnál sajátítja el az alapokat, és a felnőtt jégkorong csapatnál vagy magyarországi együtteseknél kap lehetőséget, hogy bizonyítson. 2018-ban, amikor a GHK megalakult és átvette a Gyergyői felnőtt jégkorong zászlójának a vívésének a szerepét, nem tudom ezt ebben fogalmazni, tehát átvettük a felnőtt jégkorongot, akkor már láttuk, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan utánpótlás, ahonnan a fiatal játékosok fel tudnak kerülni a felnőtt csapatba, és helyi játékosok tudják a gyergyői színeket képviselni. Úgyhogy ezért nagyjából olyan 3-4 évvel ezelőtt az utánpótlással is elkezdtünk foglalkozni, ott is elkezdtünk befektetni, és elértük azt, hogy 3 év alatt a jégkorongozó gyerekek létszáma az megduplázódott, most már több mint 300 gyerek korcsolyázik a Gyergyői medencében,
És nyilván nagyon fontos az, hogy ezek a támogatások, amik a Hargita megyei tanácstól jönnek, mindegy ennek a mértéke. Igazából a lényeg az, hogy mindenki egy kicsit a magáénak érezheti ezt a sportágat, és ezáltal ezt tudjuk népszerűsíteni, fejleszteni, és a gyerekek pedig megtapasztalják azt, hogy milyen egy most már bajnok csapathoz tartozni. És ugye ennek az eredménye az idén meg is látszott, mert most már van két leigazolt játékosunk a felnőtt csapatban, akik teljes egészében a felnőtt csapatnak a részesei, most már gyergyői nevelési játékosok teljes egészében, és még nagyon sok játékos feljátszik bizonyos román mérkőzéseken. Ugyanakkor adtunk játékosokat a magyar akadémiai központoknak is, magyar csapatokhoz is mentek el tőlünk játékosok, úgyhogy ez mind azt mutatja, hogy az utánpótlás nevelésünk jó úton van. Az egyhetes szünet után ezen a héten ismét elkezdődnek a mérkőzés sorozatok. Kedden és szerdán a román bajnokság keretében Galacon játszanak két mérkőzést a pirosfehérek, vasárnap pedig Székely rangadóra kerül sor, amikor a Vákár Lajos műjégpályán a sportklub fogadja a gyergyói HK-t. Tüntetésre készülnek csütörtökön 10 és 13 óra között a kormányépülete előtt az erdészeti dolgozók, akik elégedetlenek az új nyugdíjtörvény tervezetével és a deficit csökkentő intézkedés csomagról szóló törvény több előírásával, tájékoztatta a Szilva Szakszervezeti Szövetség. A tiltakozó akción várhatóan 5000 szakszervezeti tag vesz részt az egész országból. A Szilva Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint az elégedetlenségük oka az, hogy a kormány a munkaügyi minisztérium javaslatára az új nyugdíjtörvény tervezetében hatályon kívül készül helyezni az erdészek jogállásáról szóló jogszabálynak azt az előírását, amely szerint az erdő- és vadgazdálkodás területén foglalkoztatott alkalmazottak bizonyos kategóriái korkedvezménnyel mehetnek nyugdíjba, mert különleges munkakörülmények között dolgoznak. A szakszervezeti szövetség azt követeli a kormánytól, hogy emelje át az új nyugdíjtörvény tervezetében az erdészek jogállásáról szóló törvény nyugdíjazással kapcsolatos előírásait, és tartsa tiszteletben az ágazati kollektív munkaszerződést. A Marosvásárhelyi Vár Galériában nyílt meg a héten az a tárlat, amely a világhírű nagybányai festőiskola alkotóinak ritkán látott festményeit mutatja be a művészet kedvelőinek. A kiállításon több olyan alkotás is látható, amely magángyűjteményből származik. Az elmúlt években egyre nagyobb az érdeklődés a magyar képzőművészet iránt is, aki teheti, szívesen költ műtárgyakra. A magángyűjtemények, magángalériák szerepe is felértékelődött. A Marosvásárhelyi Várgalériában nyílt meg a héten az a tárlat, amely a világhírű nagybányai festőiskola alkotóinak ritkán látott festményeit mutatja be a művészet kedvelőinek. A kiállításon több olyan alkotás is látható, amely magángyűjteményből származik, és amely már egy második tulajdonos birtokában van. Az azt jelenti, hogy valaki megvette, valaki élvezte, mint műalkotás, és valamilyen élethelyzetből kifolyólag, adódólag, lehet, hogy örökölték, lehet, hogy az a gyűjtő már nagyon idős volt, lehetősége volt valaki másnak ezt a festményt megvásárolni. És én csak azt tudom mondani, amit általánosan nemzetközileg nagy guruk, ezt a szót fogalmazom, szoktak mesélni, hogyha jó műalkotást veszel, és 7 évet vársz, az megduplázza vagy triplázza az árát, és ez semmilyen más befektetési forma nem tudja neked adni. A legtöbb műgyűjtő azonban nem befektetési céllal vásárol műalkotást, legtöbben egy értéket szeretnének megőrizni, amit esetleg örököltek, vagy szenvedélyből, mert megtetszett nekik egy bizonyos műtárgy. Biztos vagyok benne, hogy az érzelem, az érzelmi hatása az egyes műveknek az nem kizárható. Tehát lehet olyan mű, ami nem a legértékesebb, de valakire óriási hatással van. De akkor is azért a racionális irányba terelném ezt. Másik, hogy aki belefog egy ilyen gondolatba, hogy gyűjt, az rendkívül sok mindennel gazdagodik. Tehát egy olyan világlátása, egy olyan tudása lesz, amit nagyon nehezen tud más területen megszerezni. Amennyiben valaki csak egy-két műalkotást vásárol, lehet érzelmi alapon is dönteni, vélik a szakemberek. Azonban, ha már nagyobb összegeket fektetünk be, és akár gyűjteni szeretnénk a képzőművészeti alkotásokat, akkor érdemes például egy magángalériát felkeresni, ahol megfelelő szakértelemmel tudnak segíteni.
Nagyon csábító ez a gondolat, hogy könnyű eldönteni, hogy egy műalkotás mit ér, hiszen tavaly egy aukción láttam egy hasonló téli tájat, mondjuk Kádár Gézától, akkor ez ennyi lesz. Én azt mondom, hogy biztonsággal mindenki keressen egy hozzáértő személyt, aki egyengeti az útját, vagy támogatja, mert el lehet veszni ezekben az útvesztőkben, és nem minden az, aminek látszik, vagy amit gondolunk, és ebben sajnos a saját egónk is tévútra tud vezetni, hiszen egyszerűen a művészet tetszik, megveszem, van pénzem rá. Ez nem ilyen egyszerű, ha komolyan vesszük. Sok magángyűjteményben megőrzött alkotás csak ritkán látható a nagy közönség számára, ezért is fontosak azok a kiállítások, amelyek a múzeumok, közgyűjtemények hozzájárulásával olyan értékes műkincseket állítanak ki, amelyek legtöbbször a nyilvánosság szeme elől el vannak rejtve. Ezek a tárlatok irányadóak is lehetnek, abból a szempontból is, hogy mi számít jelenleg értékesnek a műértékek piacán. Marosvásárhelyen a helyi VSK kosárlabda csapat ellen játszott a legújabb mérkőzését a gyergyói ISK-VSK. A mérkőzés felénél még hátrányban volt a házigazda csapat, végül 8 ponttal előzték meg a gyergyói gárdát. Az első negyed a gyergyóiaké volt, a második játékrész pedig a marosvásárhelyi csapatnak sikerült jobban, amikor 30 pontot dobtak. A harmadik negyedben egyre inkább elkapta a fonalat a marosvásárhelyi VSK, hamar megfordította az eredményt, aztán fokozatosan elhúzott a gyergyóiaktól. Az utolsó negyedben fej-fej mellett haladtak a csapatok, a végeredmény pedig 107-99 lett a házigazdák javára. Gyergyói pontszerzők Justin Miller, Bodó Tamás, Zerkula Zoltán, Matesz Magusár, Lokodi Mátyás, Csillag Elődés, Seres Lajos. Az első két negyed a legjobb az idei szezonban, hogy játszottunk, tehát egy elég fegyelmezetten játszottunk támadásokban, nem voltak eladott labdáink, végvittük a taktikai megoldásokat védelembe, és elég jól odafigyeltünk. És talán nem tudom, hogy fáradtság-e, vagy miért, harmadik negyedben ott megtört valami. Tehát ott volt, talán kijöttek egy ilyen letámadott zónával, elloptak két labdát, három labdát, mi eladtunk egy-két labdát belőle, tehát voltak ilyen fordulatos történetek, és volt egy olyan 2-3 perce Vásárhelynek, amikor olyan dobásai szédültek be szinte, ami mondhatni, hogy semmi köze nem volt az egészhez, és ugye hát a hazai pálya azért megint egy picit oda lejtett sajnos, és talán ez volt a fordulópont. Ilyenkor elmentek egy picit eredménybe, azért tartottuk a játékhoz, magunkhoz, meg a stratégiához. Most nyilván visszanézve a videót azért látszik, hogy mi az, amiben fejlődnünk, mi az, amiben javítani kell, és hát megint a dobások, tehát a három pontos dobásaink azok, amik kimaradtak, és ez azért sokba kerül ilyenkor, mert most a mai kosárlabdában három pontosok nélkül elég nehéz meccset nyerni, illetve még érdekes az, hogy ugye 99 pontot dobtunk, épp ma volt egy fiúkkal egy ilyen elemzésünk, és ilyenkor ugye készülünk az új ellenfélre, de átbeszéljük a régit, és tavaly, amikor 75 pontot dobtunk vagy a fölött, akkor mindig győztes meccs lett. Az idén ez már a harmadik olyan mérkőzés, amit kikapunk, de mindig 80 pont fölött dobunk, most 99-et, tehát egyértelmű, hogy akkor a védelemmel kell javítanunk, úgyhogy ez, ami most ránk vár. A versenynaptár szerint november 19-én újabb hazai mérkőzés vár a gyergyói kosarasokra. Vasárnap 10:30-tól várunk mindenkit, Szárhegyen lesz ugye a hazai mérkőzésünk, és hát rájuk, ahogy készülünk, tehát ők eddig nem voltak az a megbízható csapat, tehát úgy gondolom, hogy könnyebb ellenfélnek tűntek, de ugyanakkor most rátaláltak egy olyan zónavédekezés, amire meglepetésre Bukarestbe győzni tudtak az ASZE Bukarest ellen, és nyilván ebből nekünk készülnünk kell, tehát ez ami fontos, hogy rendbe tegyük, ma is végigvettünk mindent, hogy melyik szituációban mit kell csináljunk, hogy kell játszódjunk, illetve kellenek hozzá a dobások, úgyhogy most a három pontos dobásokon muszáj dolgozzunk, mert az két meccsünkbe került, és nem kellene, hogy a harmadikba is kerüljen. Bátorítani, támogatni most is lehet a gyergyói ISK-VSK legénységét, ezúttal vasárnap délelőtt 10:30-től a Gyergyószárhegyi sportcsarnokban.
Híreink végén megköszönöm a nézők figyelmét, viszontlátásra szerdán! Hírműsorunkat támogatja a Polimed Anna gyógyszertárak. Székelyföld legellátottabb gyógyszertárai. Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.